Az alma elfogyott, de még egy-két dologra szeretnék beszélni. Ezek az olajok, mint például ez a fahéj, amit használtam az imént, és a gyömbér, mind olyan minőségű olajok, amik fogyasztásra alkalmasak. Tehetik ezt az emberek mindezt azért, mert van ez a CPTG minősítésük, amik terápiás olajokká teszik őket, ami azt is jelenti egyben, hogy külső és belső használatra egyaránt felhasználható, vagy külsőleg, belsőleg egyaránt felhasználható. Ez nem minden cégnél van így, ennek a cégnek ez a sajátossága, hogy ők terápiás olajokat gyártanak, különféle illatvilággal, de minden esetre vizsgáljuk meg, hogy az a termék, amit mi használunk, rendelkezik-e ilyen minősítése, mert amennyiben nem, úgy bizony ne fogyasszuk őket belsőleg, meg még valószínűleg a bőrünkre sem kenhetjük. Tehát azoknál csupán az illatozása a feladat, vagy lehet a feladat, de minden esetre ez a minősítés, ez lehetővé teszi azt, hogy ez terápiás olajként nagyon sok mindenre széles körben felhasználható legyen. Tehát keressük ezt a minősítést, illetve azokat az olajokat, olajmárkákat, típusokat, amelyek rendelkeznek ilyen minősítéssel, és ezek után használjuk csupán étkezésünkkor vagy bőrünkre kenve. És pont a fahéjról azt lehet elmondani, hogy őt ne kenjük a bőrünkre, mert az bármilyen minősítés ellenére is erősen kipirosíthatja a bőrünket, főleg ha valaki erre érzékeny. De a legtöbb olaj az könnyedén a bőre kenhető és felhasználható, úgyhogy tegyünk mindent úgy, ahogy szerintünk jó, illetve hát az, ami az adott minősítés, adott terápiás jelleg megengedi mindenkinek egészségére.